Sándor vagyok, a Keresztény Média Misszió Háttérre Alapítvány alelnöke. Nagyon örülök mindenkinek, aki itt van, itt ebben a teremben és a szomszédos teremekben is. Nagy hála van a szívünkben azért, hogy mindannyian, akik itt vagytok, eljöhetetek, és az a kérés a szívünkben Isten felé, hogy tudjunk szolgálni felétek. Az a vágyunk, hogy Isten megérítse a szíveteket ezen a délután, szóljon hozzátok, bátorítson és buzdítson benneteket, és mutassa meg azt, hogy milyen hatalmasan munkálkodik már most a mi országunkban, a nemzetünkben, a magyaroknak az életében. Gondoltam, mielőtt bejöttem ide, hogy hozok magammal egy Bibliát, de aztán eszembe jutott, hogy ha mi igeverset akarok hozni, ahhoz nem is kell fölhoznom a Bibliát. Ki az, aki ismeri a János 3.16-ot egyetlen? Mi lenne, ha most egyet elmondanám a János 3.16-ot, és ezzel kezdjük meg ezt az alkalmat. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök életbe legyen. Ilyen szerető Istenünk van nekünk. Ilyen szerető Istenünk van, aki elküldte az ő fiát, az Úr Jézus Krisztus, hogy megmentse minket, megváltson a bűnből, és hogy elküldje minket a világba azok felé, akik még nem hallották meg az ő üzenetét, az ő igéjét, és megváltoztassa, átformálja az ő életüket. Nagyon örülök, hogy itt vagytok, és kérem a megértéseteket, főképp azokért, akik a szomszédos termekben vannak, nem tudtunk ebben a helyzetben olyan nagy termet biztosítani, hogy mindenki befér egy teremben, de nagyon örülünk nektek is, akik a szomszédos termekből halljátok és figyelemmel kísérítik a konferenciát, és az alkalom közben, meg a végén lehetőségünk lesz találkozni. Vendégünk ezen az alkalmon egyrészt Sharon Ferguson, alapítványunk elnöke, vendégünk ezentúl alapítványunknak az alapítója, aki majd nem sokára néhány szót fog is szólni, Ion Mackey, aki egyébként az angliai szervezetnek alapítója és vezetője, és vendégünk Bob Guest, a mai kiadvány írója. Nagyon örülünk, hogy szolgál, hogy ezen az alkalommal elfogadta ezt a meghívást és eljött közé. Ő is fog a délután folyamán beszélni hozzák, szólni hozzák, hogy Isten a szívére helyezett. Mielőtt tovább mennék, néhány közérdekű információt szeretnék közé tenni. Egyrészt azt szeretnénk kérni, hogy akkor még itt vagyunk a rendezvény ideje alatt, lehetőleg mindenki a beléjegyét tartsa magánál. Ha bárki a konferencia helyszínéről kimenne, bármilyen okból kifolyólag, kérem, hogy majd vigyük magukkal a belépőjegyet, hogy visszafelé a segítőink a bejelentkezésnél állnak, tudják, hogy ti a résztvevői vagytok a konferenciának. Víz elérhető itt a konténerekben, elő és itt bent, ebben a nagy teremben van még egy. Egész nyugodtan éljetek vele, lehetőség van rá, hogy ezzel éljetek. Segítőink segítenek majd, hogyha bármilyen szükségetek van, kérlek, hogy keressétek őket a folyosóban, a termekben is. Már most hirdetem, hogy a mai egy írójával, Bob Guest-tel a második alkalomnak a végén lesz majd lehetőség találkozni, tehát ha valaki erre szeretne módot keríteni, akkor lesz rá lehetőség. Most hadd köszöntsem szeretettel Pintér Bélát. Magasztaljuk őt mindazért, amit ő tett értünk és amit tesz velünk, és köszönjük, hogy elfogadtad. Kérjük, vezess bennünket az éneklésben, a dicsőítésben. Nagy szeretettel és tisztelettel köszöntök én is mindenkit ezen a csodás, ennek a csodás napnak csodás délutánján. Azt szokták mondani, hogy ebéd ide mindig nehéz éneklésbe kezdeni. Mert a pocok az valami más szeretne, igen, mindenki inkább. Mi is arra buzdítok mindenkit, hogy ha olyan énekes szólalnak meg, vagy és esetleg ismerősen csengenek, akkor bátorítok mindenkit, hogy kapcsolódjunk az éneklésbe, és magasztaljuk együtt az örökkévaló Istenet, akinek a nevében együtt lehetünk ezen a mai nagyszerű napon is. Az első dal egy régi ének lenne, amelyet talán sokat ismerhetünk. Olyan örömök, mint a forrás, és akkor folytatódik tovább. Olyan békét, mint a folyó, olyan szeretetet, mint a tenger, és olyan hitet, mint a szikla. Olyat kaptam tőled, mint a lelkemben.
mint a forrás, olyan örömöt, mint a forrás, olyan örömöt kaptam tőled lelkemben. Olyan örömöt, mint a forrás, olyan örömöt, mint a forrás, olyan örömöt kaptam tőled lelkemben. Olyan mint a folyó, yeah.
Thank you.
Nagyon szépen köszönjük, Béla, és az este délután további részében lesz meg lehetőségünk énekelni, kísérni az Urat. Méltó rá Isten, hogy dicsérjük őt? Igen, hogy méltó rá. Azt hiszem, hogy Istennek a szeretetét nap mint nap tapasztaljuk, és valóban naponként megújul az ő irgalma, azt mondja Isten igéje. Megújul az ő kegyelme, kiállt ránk az ő jósága, csak legyen nyitott a szívünk, legyen nyitott az életünk, hogy befogadjunk. Most hadd köszöntsem sok szeretettel közöttünk alapítványunk alapítóját, Ian Mackie-t, aki az angliai szervezetnek is egyik az alapítója és elindítója. Nem tudom, hogy hol van jelenleg, mert kell egy picit várni, hogy megtaláljuk őt. Nagyon innen. Nagyon örülök annak, hogy ez az ember itt, aki itt van a pódiumon. Amikor egyszer bementem az irodájába, akkor azt mondta, hogy Nándi, ha akarjátok csinálni, mi benne vagyunk. Mi mellettetek állunk. Mi készek vagyunk támogatni titeket, ahogy tudunk, csináljátok. Az ő érdeme is az, hogy ők készek segíteni nekünk ebben a dologban. És kérdetek majd Jannak egy mikrofon? Okay. Megkértem Iant, hogy beszéljen egy kicsit arról mindannyiunknak, hogy a UCD angliai szervezete mit is végez, milyen munkát, mi a célja, egyáltalán köszöntse a konferenciát, a résztvevőket. Hadd mondjam el előjáróban még, hogy kb. 26 évvel ezelőtt családjával együtt belépett Angliába azzal a céllal, hogy keresztény médiát indítson. Tulajdonképpen semmi nem volt a háta mögött, sőt még a törvények is ellene játszottak ott, és Isten aztán évek munkán megadta azt a lehetőséget, hogy mára már van televíziós közvetítésük, adásuk keresztjén, illetve van 5 rádióadó, amit ők működtetnek, és ezen kívül még számos szolgálat, amit vezetnek. Nagyon örülök, hogy én megismerhettem őt, hallgassuk most az ő köszöntését. So greetings from all the other UCBs around the world. Tehát üdvözletet hoztam számotokra az összes többi UCB-től a szerte a világon, akik vannak. UCB in New Zealand. Például az új-zélandi szervezettől. In Australia. Ausztráliaitól. Papua New Guinea. Papua Új-Guineaitól. Indonesia. Az indonésztől. Philippines. Fülöp-szigeteki. South Africa. A dél-afrikai. Ghana. Ghana. Nigeria. Nigeria. Brazil. Brasília. Canada. Canada. France. Franciaország. Spain. Spanyolország. Estonia. Észtország. And the countries go on and on and on. És lehetne folytatni a felsorolást szinte a végtelenségig. We are now quite a big family. Meglehetősen nagy családdá nőttük ki magunkat. But it wasn't always this way. De ez nem mindig így volt. In the early days it was like, as God says in His Word, if you have faith like a mustard seed. Az eleje az úgy volt, mint ahogy az Isten igéje mondja, hogyha akkora hitetek van, mint egy mustárból. God always starts off with something very small. Isten mindig valami nagyon kicsivel kezd. And He always picks people who are insignificant. És mindig olyan embereket választ ki, akik jelentéktelenek. And He gives us His Spirit. És aztán adja az erő lelkét. And He gives us His vision. Az ő látását.
and he allows us to build his kingdom. És lehetővé teszi számunkra, megengedi nekünk, hogy építsük az ő országát. For my wife Nicole and I, feleségem Nicole és én, we started building in the United Kingdom. Mi ezt az építést az Egyesült Királyságban kezdtük el. God had given us a vision for Christian radio and TV. Isten egy látást adott nekünk keresztény rádió és keresztény tévével kapcsolatban. But the government didn't agree. A kormány nem értett velünk egyet. And they didn't have any legislation to allow Christians to own a radio station. És nem volt akkoriban olyan érvényes törvény rendelkezés, amely lehetővé tette volna keresztények számára, hogy rádióállomást működtessenek, birtokoljanak. And it took us 17 years to change the legislation. 17 évünkbe került ezt a jogi helyzetet megváltoztatni. So you think, what can you do in 17 years while you're waiting on God? Tehát biztos fölmerül bennetek ez a kérdés. Mit csináltatok 17 éven át, miközben vártatok Istenre? You find another way to reach people. Hát talál az ember egy másik utat arra, hogy az embereket elérje. And we met Bob Gass in America. És hát mi találkoztunk, megismerkedtünk Bob Gass-szal Amerikából. And he said, I write these few notes. És azt mondta, hát én írom ezeket a kis jegyzeteket. And if you would like to take them, hogyha szeretnéd, fogd. Send them to people who have a vision for Christian broadcasting. Küld el azoknak az embereknek, akik ugyanazzal a látással rendelkeznek a keresztény rádió és tévével kapcsolatban. And just see if they enjoy them. Aztán majd lásd, hogy tetszik nekik, vagy nem tetszik. So the first print run that we did of the Word for Today. Úgyhogy a mai ige első kiadása was only 3,000 copies. 3,000 példányban jelent meg. But they were very popular. De nagyon népszerűvé váltak. Our second print run was 5,000 copies. A második kiadás az 5,000 példányban jelent meg. And then it grew to 10,000 copies. Aztán 10,000. Then 20,000 copies. 20,000. And over the years it grew and it grew and it grew. És évről évre csak növekedett. Now we have over 1.3 million readers just in the UK. Ma már csak az Egyesült Királyságban 1,3 millió olvasónk van. Across the world, ha az egész világot nézzük, over 7 million people read the Word for Today every day. Mintegy 7 millióan olvassák a mai igét naponta. Bob Gass will tell you shortly. És ahogy nem sokára Bob Gass is elmondja majd nektek. It's nothing that we do. Ez nem a mi érdemünk, nem tőlünk függ ez. It is God's word getting into people's hands. Hanem a lényeg az, hogy Isten igéje kerüljön az emberek kezébe. Which transforms them. Ami átalakítja őket. In Matthew 28. Máté evangélium 28. fejezetében the last thing that Jesus said to his disciples. Az utolsó dolog, amit Jézus mondott a tanítványainak, was go into the world and make disciples of all nations. Az, hogy menjetek el szerte a világra és tegyetek tanítványá minden népet. So the gift that God gave us through the Word for Today. Úgyhogy az az ajándék, amit Isten a mai igén keresztül adott nekünk. We couldn't hold on to it. Azt nem tarthattuk magunknak. We had people come from different countries and say, can we also have it? Különböző más országokból jöttek hozzánk emberek és mondták, nálunk is lehetne ez. And being Scottish. Hát lévén, hogy skót, ugye? I like salvation. Szeretem, nekem tetszik az üdvösség. Because salvation is free. Mert az ingyenes. Disciple. De tanítványnak lenni, it costs you everything. Viszont mindenedbe kerül. And so God said to us, give it to them. Azt mondta Isten nekünk, add oda nekik. Don't ask them for anything. Ne kérj tőlük érte semmit. No money is to change hands. Nem szabad pénznek gazdát változtatnia ennek során. This is my world. Ez az én világom. This is my seed.
és ez az én magom. If you sow it, it will produce much fruit. És hogyha ezt szép szóval elveted, akkor sok gyümölcsöt fog teremni. So this is what we have done. Szóval ezt tettük. Over the past 20 years. Az elmúlt mint egy 20 év során. When Nándor came to ask us, can we have the word for today for Hungary? Amikor Nándor jött és megszólított bennünket, hogy jött ez a mai ige Magyarországra is. He says yes, but there are certain requirements. Azt mondtuk neki, hogy oké, de van néhány követelmény, feltétel. You cannot sell it. Az első az az, hogy nem szabad pénzért árusítani. You cannot make profit from it. Ebből nem lehet nyereséget termelni. This is God's word to your nation, and you must give it away. Ez Isten szava a te nemzetek, a ti nemzetetek számára ingyen kell továbbadnotok. In the early years here in Hungary, a korai években itt Magyarországon, Nándor was giving away 3,000 or 4,000 copies. Nándor a 4,000-5,000 példányt osztogatott szét. But then it started to grow. De akkor aztán elkezdett növekedni. Then it was 7,000 copies. 7,000 példány. Then 10,000. Majd 10,000. Then 20,000. Aztán 20,000. Whereas now today, Nándor is distributing 135,000 copies every quarter. Mi eljutottunk a mai napig, amikor negyed évente 135,000 példányt juttatnak szét. How do you change a nation? Hogy lehet megváltoztatni egy nemzetet? You make a disciple. Úgy, hogy tanítványokat képzünk. You reach one person. Hogy egy személyt elérsz. One person reaches their family. Az egy személy majd eléri a családját. The family reaches into their community. A család a környezetében lakókat. Then the community starts to bring influence, positive influence to bear within society. És aztán a közösség majd pozitív hatással lesz az egész társadalomra. And Hungary is being now blessed with the word for today. Ma Magyarország áldást kap a mai igén keresztül. As well as the overcoming series, which many of you also read. Amellett a győzelem sorozattól keresztül is, amit szintén sokan olvasnak. But is the vision finished? De itt a vége a látásnak? No, it's not. Egyáltalán nem. That's why we set up the foundation, UCB Hungary, to reach this nation. Ezért alapítottuk ezt az alapítványt, az UCB Magyarország alapítványt, hogy elérjük ezt a nemzetet. With God's word. Isten igényével. And it continues to grow. És ez folyamatosan növekszik. It continues to be blessed by our Heavenly Father. Folyamatosan élvezi a mi mennyei atyánk áldását. There are many Hungarians in other surrounding countries. Sok magyar él a környező országokban is, who are also asking for the word for today. Akik szintén kérik a mai igét. And I have told Nándor the same as I told him many years ago. Ugyanazt mondtam Nándornak, mint amit jó pár évvel ezelőtt a kezdetén mondtam. If they ask, you have to give. Ha kérik, adnod kell. But you cannot sell it. De árusítanod nem szabad. There are many ordinary people within this nation who need to know Jesus Christ. Sok olyan ember van, akinek fáj az élet ebben a nemzetben, akiknek Jézus Krisztusra van szükség. And this is why UCB Hungary exists today, to reach out to the hurting and the wounded people within our nation. És ezért létezik az UCB Magyarország, hogy megkeresse és elérje azokat az embereket, akik megsebzettek, akiknek fáj. God is not finished. Isten még nem végzettelünk. He's only just getting started. Hát inkább éppen csak most kezdett el dolgozni. And you being here today. És ti, akik ma itt vagytok. Are a testimony of the word of God
change in your lives. Már bizonságai vagytok annak, hogy az Isten ígéje hogyan változtat meg életeket. Touching your hearts. Megérinti szíveteket. Changing your thinking. Megváltoztatja a gondolkozásokat. And making you more like Jesus. És egyre hasonlóbbá tesz Jézus Krisztushoz. We serve a great God. Amen. Mi egy nagyszerű Istennek szolgálunk, ugye? Amen. Amen. Köszönjük szépen, Jan, köszönjük a szavakat, és valóban nagyon jó tapasztalni azt, hogy az ő céljuk is az, hogy az emberekhez eljuttassuk Isten igényét. Most szeretnék egy rövid bemutatót a kedves testvéreknek, résztvevőknek közzétenni, arról, hogy az alapítvány szolgálatunk hogyan indult el, és mi az, amit végzünk. Többen vannak itt, akik már tudják, hogy ez a szolgálat hogyan indult, de biztos vagyok benne, sokan vannak itt, akik talán érdeklődnek, hogy hogyan indult az egyáltalán el. Közben néhány képet fogok mutatni majd, amikkel szeretném illusztrálni a mondandómat. 2001-et láthatok alul, ez így van. 2001-ben Isten azt helyezte a szívemre, hogy kezdjem el fordítani ezt az elmélkedés sorozatot. Ugye nincsenek életlenek az életünkben. Nincsenek. Csak váratlan dolgok. És Isten, amikor egyszer a nővéremmel jártam, még korábban, akkor nővérem által adott egy ilyen elmélkedést, hogy nem volt fordítva angol, ma angolról magyarra, és akkor én éppen útkeresésben voltam, és Isten olyan közvetlenül a szívemhez szól, hogy én azt mondtam, hogy nem tudom, hogy ki az, aki ezt írta, de ismer engem. Nem tudom, hogy honnan ismer engem, de szerintem tudja, hogy nekem most mire van szükségem. És az volt a szívemben, hogyha egyszer lehetőségem lesz, megkeresem, hogy honnan való ez az elmélkedés. És így is történt, hogy mikor János Halmára kerültünk, nem sokkal később bizony, emlékszünk még talán erre a bekárcsázós internetre, ugye, amikor még várni kellett, és így hangot adott ki nekünk, de alig vártam, hogy végre betöltsön, és meglássam, hogy mi is ez tulajdonképpen. Elkezdtem olvasni, és áldás volt az életemnek. Isten egyszer azt mondta nekem, amikor olvastam, ez egy olyan kincstár, amit te nem tartasz meg magadnak. Nem tartasz meg magadnak. Nem teheted meg, hogy csak te eszel ebből az ételből. Ezt oda kell adnod másoknak is. Tovább kell adnod. És akkor gondolkoztam, mit tudnék tenni. Az akkori gyülekezetemnek hetente hét emlékedést is lefordítottam, és kértem a gyülekezetet. Megkérdeztem tőlük, hogy szerintetek csináljam, ez jó dolog? Azt mondták, hogy persze, igen. Sőt, az egyik testvér a gyülekezetből vett egy fénymásológépet is, és azt mondta, hogy ezzel fénymásolt őket, és terjesztik. És ez így ment egy ideig, még aztán Isten összehozott minket, kapcsolatba kerültük a romániai UCB egyik szervezetével, akik román nyelven terjesztik ugyanezt a kiadványt. Érdekes, hogy már mielőtt magyarul megjelent volna ez a kiadvány, már Romániában létezett, az ottani magyar gyülekezetek számára elkezdték fordítani, de mivel nem volt fordítójuk, engem kérdeztek meg, hogy tudnánk-e valamit kiadni, tudnánk-e ezt az én segítségemmel végezni. És azt mondták, hogy ha én kész vagyok, hajlandó vagyok itt Magyarországon terjeszteni ezt a kiadványt, hogy annyit nyomtatnak, amennyit én tovább akarok adni, hogyha biztosítom az emlékezéseket, a fordításokat. És azt mondtam, hogy rendben, próbáljuk meg. És el is kezdődött 2005. februárjában, 2000 példányban kezdtük el terjeszteni ezt a kiadványt. Évek során lassan, de biztosan elkezdett növekedni a rendelők száma. Egyre többen kérték, egyre többen érdeklődtek. Nem úgy kezdtem én ezt a szolgálatot, hogy egyről valami nagy dolog lesz, hanem csak engedem is akartam lenni Istennek. És úgy hiszem, hogy ezt kell tenni mindannyiunknak, ahol vagyunk, bárhol is legyünk.
A legelőbb erre a világon, ez a legfontosabb, hogy azt mondjuk mondani, Uram, én ott, ahol vagyok, engedelmes akarok lenni neked, abban, amit te adsz nekem. Fel kellett vennünk a kapcsolatot az adviai szervezettel, kérdvány példány számának növekedése miatt, és 2008-tól elkezdtünk dolgozni azon, hogy egy szervezetet építsünk fel, amely Keresztény Média Jükszíni Hengére Alapítvány lett. 2009. szeptember 14-én lett feljegyezve, melynek az volt a célja, az lett a célja, hogy a mai igét minden nagyobb példány számba terjesszük, sőt, további lehetőségeket találjunk arra, hogy Isten igéje eljusson az emberek életébe, emberek szívébe. Hogy ne maradjon az imaházat a templomok falain belül, hanem kijusson oda, ahol szükségük van rá. Egy kis bizonyságtételt adunk a közben. Egyszer éppen nagy csomagolásban voltunk, amikor egy mai kiadványt terjesztettük nagyon sok ezer címre, és ilyenkor több önkéntessel dolgozunk együtt, és egy idős testvért láttam, és megkérdeztem, hogy honnan jött. Elmondta, hogy János Almáról jött. És megkérdeztem, hogy honnan ismertetek a kiadványunkat. Elmondta, hogy egy téli nap havazott, és ő a busz megállóban állt. És lévén, hogy ő korábban nem ismerte a Bibliát, vagy nem értette a Bibliát, nem is nagyon foglalkozott vele, ahogy ott áldogált, láttam, hogy egy kis kiadványt szinte teljesen befedett már a hó. Csak annyi látszott ki, hogy ige. És nézte, hogy mi ez az ige. Fogta, leporolta, letotolta róla a havat, és hát majd igen, mi lehet ez? Elkezdett beleolvasni. És azt mondja, attól kezdve napi olvasmányává vált, és elkezdte megérteni azt, amit Isten a Bibliában leír. És azt mondja, eljött most, hogy ennek segíteni akar nekünk ebben a munkában. És azon csodálkoztam, hogy lehet az, hogy Isten Biblia így elér embereket. De ez a cél, hogy eljussak oda azokhoz, akiknek szükségük van rá. Van egy honlapunk, www.maige.hu, 2009 elején indult, és azóta több mint 588 ezer egyedi látogatója volt, naponta 2-4 ezer személy látogatja, ahol hangzó formátumban is meg lehet hallani a mai igét. Folyamatosan növekszenek az igények erre az emlékezés sorozatra. Valójában úgy érzem, hogy ez igazán, hogy az Isten igéje iránt való szomjúság, éjség miatt van az emberek szívében, és ezért van ez. 3000 példányal kapunk több megrendelést. És egy csoda az bizonyságtételben legyen itt. Képzeljük el, hogy 3 évvel ezelőtt, hogy mondjuk 10000 címre el tudjuk juttatni az összes mai kiadványt, kellett 3 nap. 3 teljes nap. Most legutóbb, egy-két héten ezelőtt, közel 21000 címre postázott. Találják, hogy hány nap kellett hozzá? 3 nap. Nem érdekes? Nem tudsz? Úgy tűnik, hogy növekedik a munka, akkor az több időben is telik, ugye? Mert Istennél ez nem mindig így van. Istennél ez nem mindig így van. Isten egyszerűen vonzott oda hozzánk olyan segítőket, olyan munkatársakat, olyan önkénteseket, akik azt mondták, hogy mi akarunk segíteni. És valóban hálásak vagyunk Istennek, és neki adjunk dicsőséget, indít embereket, és a szívükre helyezik, hogy az ügyéje eljusson másokhoz. Néhány szó a példány számokról. 2009 elejétől 15 ezer, 2010 elejétől 31 ezer, 11 elejétől 54 ezer, 12 elejétől 83 ezer példányra sikerült kézbe adni a kiadványt. Összesen 2009-ben 87 ezer, 10-ben 155 ezer, 11-ben 263 ezer, 12-ben 370 ezer kiadványt teljesen. Mi nem erőltetjük rá az emberekre az Isten igényét. De szokták meg mondani, hogy az Isten igényével lehet verni az emberek fejét, ugye? Nem akar. Az Isten igényével szintébe akar lépni, hogy megérítsen, hogy mondta valaki, nem vagy
nem az emberek fejét kell mosni az Isten igényével, hanem az emberek lábát kell mosni az Isten igényével. Mi is ezt szeretnénk tenni, és azt látjuk, hogy ennek az igények. Voltak olyan kritikus időszakok az alapítványunk életében, amikor több mint 600 rendelés volt bent, és nem tudtuk egyszerűen teljesíteni őket. Szerintem ott álltunk, és azt mondtuk, hogy nem tudjuk, mi lesz. Ez azt jelenti, hogy van egy szomjúság sokakban. És hálásodanak, hogy valamit tehetünk. Ennek kérlek jövőre. Több mint 1.300.000 mai kiadványt terjesztettünk, amióta elindult a mai kiadvány. Következő kiadványból 132.000 példányt terjesztünk, melyet, ahogy említettem is, több mint 21.000 címre postázunk önkéntesen segítségével. Még visszajövök. Önkéntesek. Hálás vagyok nagyon az önkénteseinknek, akik segítenek olyan sokféle módon. Azt is mondhatnám, hogy ez a munka, ez az egész szolgálat nem létezne. Ha nem lennének emberek, akik azt mondták volna, hogy igen, én ezért áldozatot fogok hozni. Igen, én ott teszem az időmet, az erőmet. Hadd mondjam el, hogy vannak többen itt olyan önkéntesek közöttünk, akiket én még sose láttam, de már évek óta együtt dolgozom. Nem érdekes? Évek óta segítenek a fordításban, évek óta segítenek a lektorálásban, mindenféle ilyen dolgokban, és soha nem látjuk egymást. Én azt hiszem, hogy lesz a mennybe is olyan személy, akit úgy fogunk köszönteni, és azt mondjuk mondani, hogy szervusz, hát mi valami kapcsolatban voltunk egymással. Valamilyen módon összedolgoztunk az Isten országának növekedése érdekében, hogy legyenek itt emberek a mennyben. Hogy ide jussanak az emberek. Szóval én szeretnék kérni azokat, akik önkénteseink bármilyen módon ebben a szolgálatban, akár fordítással, csomagolással, bármiféle módon, hogy álljanak fel, hadd lássuk őket. És kérem szépen, nagyon köszönjük a munkátokat, és valóban hálásak vagyunk Istennek azért, hogy ti ezt végzitek. Ez a szolgálat nem tudna működni, nem tudna előre haladni, nem tudna növekedni a segítségetek nélkül. Mielőtt tovább mennék, csendesedjünk el egy pillanatra, és imádkozunk ezekért a személyekért. Mindenki kérem, hogy magába is, ha a szívére helyezi Isten, hogy imádkozol ezekért a személyekért, és akik nem tudtak eljönni, segítik a munkánkat. Csendesedjünk el egy pillanatra, és adjunk hálát Istennekért, és imádkozunk értük. Istenünk, köszönjük néked te áldásodat, és hálát adunk neked, Urunk, mindazokért, akiket indítottál, hogy bármiféle módon segítsék ezt a munkát, hogy a te igéd eljuthasson az emberek életébe. Urunk, olyan nagy szükség van ebben, és köszönjük, hogy te indítottad ezeket a személyeket, és Urunk, köszönjük, hogy még akarsz indítani másokat is. És Urunk, kérünk, áld meg őket, kérünk, hogy valóban pótold nekik vissza, Uram, mindezt a sok anyagi, mindezt a sok időbeli, energiabeli, mindenféle áldozatokat, Uram. És valóban láttasd meg velük, hogy az, amit végeztek, annak nem marad ennyit arra. Köszönjük, Úr Jézus, hogy meghallgatsz. Ámen. Menjünk tovább. Külföldre is terjesztjük a mai igét, mint hogy nem csak Magyarországon élnek magyarok. Van esetleg itt olyan, aki nem Magyarországról való? Kérem, tegye fel a kezét. Ott is néhányan. Kapcsoljuk meg őket! Köszönjük, hogy részt vesztek ezen az alkalmon, és az az igazság, hogy még sokkal többen vannak, akik várják, és akikhez eljut az Isten igéje. Közel 21.000 példányt küldünk külföldre, Romániába, Szlovákiába, Kárpátaljára, Szerbiába, és egyre erőteljesebb a növekedés ezzel kapcsolatosan. Így több mint 25 országban terjesztünk magyarok számára majd egy kiadványt. Közel 65-kéntes segíti a szolgálatokat az Úr dicsőségére és sokak áldására. Miben segítenek az önkénteseink? Csomagolási feladatok végzésével, borítékok pecsételésével, ügyintézési feladatok végzésével, fordítással, lektorálással,
a levelek kiszállításával, nagyon sokféle módon. Jó ideig egy magánházból indult ki ennek a munkája, ennek a szolgálatnak a munkájának a végzése. 2009-től a Kiskörösi Baptista gyülekezet biztosított nekünk egy kis helyiséget, 13 négyzetméteres helyiséget, ahol végeztük ezt a munkát, és 2012. január végéig voltunk itt. A hetenkénti csomagolás pedig egy magánházba történt. 2012. februárjától alapítványunk egy épületet bérel, hogy még hatékonyabban folytatódhasson ez a szolgálat. Néhány életkép. És 2012-ben alapítványunk egy ingatlant vásárolt, amely felújítás után teret és lehetőséget fog adni arra, hogy szolgálatunk még sok embert elérhessen Isten igényével. És hadd álljunk meg itt is egy pillanatra, és hadd köszönjem meg itt mindazoknak a támogatását, anyagi áldozatát, akiknek a segítségével mindez működhet. Igen, mindez mindannyiunknak a szolgálata. Mindezt nem mi végezünk csupán. Nem néhány ember áll ez mögött, hanem mindenki, aki azt mondta, hogy igen, kész vagyok tenni valamit az Isten országáért. És valóban nagyon hálásak vagyunk Istennek, és szoktunk imádkozni az irodában is, rendszeresen az olvasókért, és azokért is, akik adnak. És hadd csendesedjünk el most fel egy pillanatra. És hadd adjunk most hálát azokért, akik készek adni, kivel, kit Isten hogyan áldott meg, és ennek segítségével növekedhet mindaz a munka, amit végzünk az ő dicsőségével. Csendesedjünk el most egy percet, és imádkozzunk. Menjél, Atyám! Én most hálát adok mindazokért, akik bármilyen módon, anyagilag, vagy szolgálatukkal hozzájárulnak, Uram, ehhez a misszióhoz. Azért, hogy az emberek ne vesszenek el, Uram, hanem örök életük legyen. Azért, hogy a Te igazságod valóban eljusson a szívekbe. Úr Jézus, arra kérlek, hogy áld meg mindazokat, akik áldoznak és adnak. Urunk, valójában Neked adják. Mert Úr Jézus, Te vagy mindennek tulajdonosa, Te vagy mindennek a birtokosa, és valóban szeretnék akaratod szerinti szolgák lenni, akik megfelelő módon bánnak a Te országok javaival. Úrunk, kérünk, áld meg azokat, akik adnak, áld meg azokat, akik áldnak, akik áldoznak, és valóban Isten, mutasd meg nekik, hogy Te bőségesen megadod nekik, Uram, mindazt, amire szükségük van, sőt fölötte azért, hogy ők tudjanak meg szolgálni mások felé is. Dicsőség neked, Istenünk. Amen. A győzelemsorozat kiadványait talán mindenek nem ismerjük közülünk. 2011 közepétől elkezdtük mondhatni és terjeszteni. Ez a sorozat egy-egy témát dolgoz fel. És ezen a témán belül egy kicsit részletesebb módon 32 elmélkedéssel és néhány más cikkel és imádsággal segítő gondolattal segít abban, hogy egy-egy témában tájékoztatást, tanítást kapjon az olvasó. Győzelem a függőség felett, győzelem a félelem felett, győzelem a harag felett, győzelem a csüggedés felett. Vannak ilyen problémáink? Ugye szoktak lenni néha. Győzelem a kísértések felett, győzelem a munkában és a munkanélküliségben, győzelem a családi problémákban, győzelem a pénzügyekben és az adósságkezelésben, győzelem a veszteség fájdalma felett, és ez már csak a haladók részére van, ez a tizedik kiadvány, győzelem a büszkeség felett. Mikor ezt elkezdtük kiadni, azon gondolkoztam, hogy fogja-e valaki megrendelni. Ki az, aki ilyen kiadvány kiér, hogy győzelem a büszkeségünk felett, tehát ki gondolja magát, hogy ő büszke? Ugye? Ezért azt tettem be a bevezető szövegben, hogy gratulálok, hogy megrendelte ezt a kiadványt. Akkor egy hatalmas lépést tett annak érdekében, hogy Isten üzenetét valóban megértse. Hatalmas alázatra van szükségünk ahhoz, hogy Isten üzenete teljesen az életünkbe is megváltoztasson. 10 kiadvány eddig a győzelem sorozatból, és még 2 kiadványt, amit ki fogunk adni.
Győzelem az anyagiasság felett és győzelem a lelki életben címmel. Mindezek azt szolgálják, hogy még mélyebben, még részletesebben útmutatást kapjon az olvasó. Néhány adat arról, hogy hány példányban nyomtattuk ki ezeket a kiadványokat eddig. Először csak 10 000 példányban kezdtük el nyomtatni őket, de újra és újra után kellett őket nyomtatni. Így összesen 350 000 példányt nyomtattunk eddig, aminek 2/3-át, de már többet is már terjesztettünk azoknak, akik kértek belőle. Itt kint az asztaloknál is lehetőség lesz ezeket megtekinteni, lehetőség lesz vinni belőle. Most lehet, hogy csak kevesebbet, csak néhány példányt, azért, mert nem tudtunk olyan sokat hozni belőle, de akinek esetleg szüksége van rá, és szeretné megkapni, lehet leadni rendelést, és utólag el fogjuk tudni postázni majd a testvérek számára. Úgy látjuk, hogy ezek is Isten eszközei. Mik a céljaink? Mit szeretnénk elérni? Szeretnénk, hogy ma igen minél többekhez eljusson. Biztos, hogy szoktunk járni benzinkúton, szoktunk látni, szoktunk járni ABC-ben, ilyen helyeken. Ugye mindig látunk valamiféle prospektus leadva, hirdetési anyagot. Tehát az emberek árulják azokat a dolgokat, amiből profitot akarnak csinálni. Kérdezhetném, hogy Isten igényét nem lehet kitenni? Isten igényét nem lehet ott minden molkulton? Nem lehet ott? Minden benzinkúton? Nem lehet az, hogy aki tankolja a benzint, az rájön, hogy valami máshol is föl kell tankolnia? Hát ez még csak állam, ez még nem valósult meg. De célunk az, hogy annyi helyre, amennyire csak lehet, annyi emberhez, amennyihez csak lehet, eljusson Isten igéje. A győzelem sorozatot is szeretnénk annyi példányban elérhetővé tenni, amennyien igény van. Elindítunk egy új projektet most október elejétől, a Tini Maége projektet. Van ugyanis a mai igének egy a fiatalabbak számára érthető módon a megfogalmazott emlékezés sorozat. Az ő nyelvükre egy kicsit jobban érthető. A tini.maige.hu lehet majd ezt október 1-től látni. Úgyhogy én bátorítok mindenkit, hogy akinek van unokája, gyermeke, testvére, hogyha az éppen tinédzser, mondjuk el, majd menjél rá a tini.maige.hu-ra. És nézd meg, majd szól-e hozzád belőle Isten. Mert Isten akar szólni hozzád. Szóval szeretnénk ezt megtenni, holnapon elérhető lesz ez az emlékezés sorozat, annál is inkább, hogy ugye akik ma, ha meg akarnak valamit tudni, akkor hova mennek a könyvtárba? Nem, ugye nem a könyvtár. Menjünk fel az internetre, és akkor ma nekünk, ugye, a plusz információ. Nagyon sokan ott vannak, és ezt a generációt szeretnénk elérni ilyen módon. Csak egy láttér, hogy nagyjából hogy fog kinézni, természetesen ez még bővülni fog és színesedni fog. És a célunk az, hogy a jövőben is szolgáljunk nyomtatott és elektronikus médián keresztül Isten életbe vágó üzenetével, amely képes megváltoztatni életeket az Isten dicsőségére és sokakállására. Nem tudjuk még, sok mindent nem tudunk, hogy Isten mit fog nekünk adni, mit fog elénk adni, de célunk az, hogy kiadványok a média csatornáink keresztül olyan módon, hogy az emberek megértsük Isten üzenetét, eljutassuk az igényét. Dicsőség Istennek, hogy ez történik, hogy sokakhoz eljött. Ahogy Magyarországra jött Bogesz és alapítványok alapítója és a felesége, egy hotelben szálltak meg, és kiderült, hogy a recepciós ismeri a mai igét, és kiderült, hogy olvassa minden nap, és az anyukája is olvassa. Úgyhogy én amikor itt telefonon beszélek emberekkel már nem kérdezem, de az a gondolkozó, hogy vajon ismeri? Vajon ő tud róla? Szóval Isten használja, mint eszközt.
Hova jut el a mai ige? Egy-két ízelítő vállalatokhoz, hajléktalan szállókra, börtönökbe, börtönmissziókhoz, alapítványokhoz, missziós szervezetekhez, egészségügyi intézményekhez, kórházakba, gyógyszertárakba, óvodák, iskolák, egyetemek, idős otthonok, sokféle felekezetből való gyülekezetek, orvosok, polgármesterek, lelkipásztorok. Nagyon örülünk annak, hogy tehetjük ezt a szolgálatunk felé. Egy-két bizonyságtétel vetettem, azért, mert mindig megbelengedik a szívünket. Lehet, hogy szokták nézni időnként, akinek van internet elérhetősége, a visszajelzések menüpontot. Kérem, hogy nézzenek oda néha. Időnként nagyon jó lenne, mert olyan megfogó dolgokat mondanak el az emberek, és ilyenkor tényleg Isten mindig minket arra is, hogy imádkozzunk érte. Egy-két bizonyságtételt hadosszak meg. A mai ige számunkra mencsvára, mint az Úr Jézus jó időben, jókor is a 24. órában juttatott el hozzá. Tudom, hiszem, hogy ez nem véletlen. Akkor azt hittem, attól mélyebbre már nem esetek, mint akkor voltam. Íve elmúlt a 2 év, és azóta a mélységek mélységét jártam meg. De milyen jó, hogy nem egyedül. Velem volt az Úr a mai ige által, ahányszor olvasom, annyiszor más megvilágításban, más bajok gyógyírja ki szólt hozzám a kis fizetecskén keresztül Jézus Krisztus. Aztán egy másik. A tanárok között már férjem révén használtuk kiadványokat, így megcéloztuk a szülőket, illetve a 7.-8. osztályos tanulókat nagy sikerrel. A tanároknak annyira tetszett, hogy a tanáriban minden nap úgy indulunk órákra reggel, hogy a mai igét felolvassuk. Majd imádkozunk. Ez a tantestület egyre jobban összekovácsolta, tantestületet egyre jobban összekovácsolta, ma már igyekszik mindenki bent lenni a tanáriban ezekkel a percekkel. Az első kiadványok után jónak tartottuk ezt, hogy szeptember óta a református iskola lévén napkezdő igének, és ezt használjuk a felső tanozatokon. Nem csodálatos, hogy ha egy iskola úgy kezdődik el reggel, hogy Isten igéje megszólal. Mi szoktuk imádkozni, hogy jöjjél el a országon? Isten országa el tud jönni ilyen módon, hogy bekerül az iskolába. Vagyunk hálát Istennek azért, hogy nincs az a helyzet, ami nyugaton van, több országban, ahol nem említhetik meg Jézus Krisztus nevét sem. Nem lehet meg lehet említeni. Lehet vállalni. Lehet képviselni ilyen módon is, hogy a gyermekek, a fiatalok úgy nőjenek fel, hogy hallják, bele csöpögtetik az ő szívükbe, elméjükbe az Isten szavát. Aztán egy következő. Háborúban tenger volt a lelkem, és hasonlóak a családi kapcsolataim is. Nem találtam a helyem a világban, mintha az egész világ súlya az én vállalatomnál. Felnőtt lányom adott először a mai igét a kezembe, neki barátója adta. Úgy éreztem magam, mintha elnyelt volna engem a cetva. Sírva, görcsben szorult torokkal kértem az Urat, vegye le Uram ezt a nagy terhet, és levette. Másnap akadozás nélkül tudtam sóhajtani. Nem lett könnyebb az életem, de más lett. Könnyebben viselem el a nehézségeket. Türelmesebb lettem, másképp nézett a saját és a más problémáira. Már én ajánlom, és én adom az igét azok kezébe, akik rászorulnak. Járok Isten tiszteletre, és mindig nekem szól, és feltöltődöm. Köszönöm. Valóban dicsőség Istennek, és mit látunk? Hogy jutott el az Isten igéje hozzá? Valakinek át kellett adni. Biztos vagyok benne, hogy itt is mindannyian, akik itt vagyunk, azért vagyunk itt. Mert Isten azt üzeni nekünk, hogy azért hívtalak el, hogy te is add át. Add át másnak. Annak a valakinek, akivel lehet, hogy csak egyszer fogsz találkozni a vonaton, vagy egyszer fogsz találkozni útközben, és össze kezet fogtok egymással, és rájössz, hogy egy régi ismerősöd. Add a kezedbe. Add tovább. Isten így munkálkodik. Tovább kell adnod. Nemrég kezdtem el Isten tanításai szerint élni, és majdnem ezzel egy időben került a kezembe az első mai ige kiadvány. Minden nap szorgalmasan elolvasom és tanulmányozom. Általában könnyebb megértenem némely Biblia történetet is.
Ezúton szeretném megköszönni önöknek, hogy ilyen gondosan kezelik ezt a kiadványt, és biztosítják, hogy minden olyan emberhez eljuthasson, akiknek szükségük van rá. És egy utolsó. Ma reggel, miután csüggettem, ébredtem, testi és lelki fájdalmattól gyötörtem, megláttam, hogy a postaládában van valami. Kivettem, és egy percig értetlenül néztem, feladó keresztény média alapítvány. Kicsit félre is tettem a küldeményt majd, valamivel később, nem túl kíváncsian kinyitottam. Észrevettem, hogy van ott még egy egyszerű, fekete-fehér lapos papírlap is. Üzenet. Elkezdtem olvasni, és mintha oda szügeztek volna, mintha villám csapott volna belém, csak olvastam, ne se tudtam tenni, sírtam, nevettem. Ez tényleg nekem érték, nekem küldték. Olyan hatalmas üdvasztalást találtam benne, éppen azokkal a szavakkal, amelyekre szükségem volt. Köszönöm az Úrnak és az ő szolgos munkásainak, hogy mindig újra és újra megtalálnak, megsegítenek, hitet adnak, nem csak nekem, hanem sok-sok embernek. Igen, ez a vágy, hogy szolgáljunk többféle módon, eszköz segítségével. És hiszük azt, hogy Isten akarja is, hogy ezt tegyük. De mindez nem csak a mi munkánk, amit még egyszer emeljek ki. Ez mindannyiunké. Mindannyian benne vagyunk, akik itt vagyunk. Az a célunk, hogy a média eszközeit felhasználva Jézus Krisztus örömüzenetének sugárzása, hirdetése révén minél több ember életét lássuk örökké valahol megváltozni. Ha eljutunk a mennybe, akkor mi lesz a legnagyobb örömünk? Azon kívül, hogy találkozunk a megváltóval Jézus Krisztussal és a mi Istenünkkel. Az, hogy ki az, kik azok, akik rajtunk keresztül jutottak oda. És azt hiszem, hogy Isten mindannyiunktól ezt szeretné, ezt akarja megvalósítani, hogy az örömünk mind nagyobb, és mind feljebb való, és mind bőségesen legyen. Hogy azt tudjuk mondani, hogy igen, ami kicsi, kevés, apró, semminek látszó áldozatunkkal, amit tettünk, Isten azt felhasználta mások áldására, és ezért tipok lehetnek a mennyben. Szeretnék így bátorítani mindenkit arra, hogy aki csak tud, kapcsolódjon be továbbra is, a szolgálatunkba is, és akit így támogasson minket, így úgy, ilyen módon tud imádságával, közbenjárással, nagyon nagy szükségünk van az imádságra. Sok küzdelmen mentünk át az elmúlt időszakban, Isten kegyelme, hogy odáig nem tudjuk, ahol vagyunk, de szükségünk van imádságra. És aki tud szolgálatával, továbbadjuk a kiadványt, hogy anyagi támogatásra is, nagyon köszönjük, ha megteszik. Nagyon szépen köszönöm, néhány dolgot így el szerettem volna mondani most, szolgálatunk a kapcsolatban. Ha bárkinek kérdése van, nyugodtan itt leszek, konferencia ideje alatt, eljöhet, megkeresek engem, és beszélgethetünk, szívesen elmondok néhány még más dolgot is. Most csendesedjünk el egy pillanatra, és imádkozzunk. Istenem, magasztalunk azért, mert te ma is cselekszel, és Úr Jézus azt mondtad, amikor itt voltál, hogy amikor elmész, akkor azok, akik te utána lesznek, még nagyobb dolgokat fognak tenni. Azért, mert ránk bízod azt egyenként itt is mindannyiunkra, hogy a te igéd eljusson oda, ahova küldted. Úr Jézus, köszönjük néked, hogy azért vagyunk itt, mert ez is ott van a szívünkben, és kérlek téged, hogy áldj mindannyiunkat, hogy legyünk készek használható eszközönnek lenni. Legyünk készek, amikor te indítasz. Legyünk készek, amikor te Szent Lelked által mozdítasz, mert Urunk, mindig valami többre akarsz nézni, mindig az a vágyat, hogy az életünket megáll és még gyümölcsöződjük tegyen. Arra kérlek, Uram, hogy így mindannyiunkat buzdíts és vezess az Úr Jézus nevében. Amen. Most szeretném megkérni Vélát, hogy jöjjön és vezessen minket innenben.